keresztény ember számára, különösen a magyar keresztény ember számára, Szent István királynak az ünnepe az mindig arról szól, hogy van jövőnk. Hisz Szent István, amikor halála előtt az országát felajánlotta a szűzanyának, akkor egy kilátástalan helyzetben tette ezt, hisz nem volt utód, nem tudta, nem látta biztosítottnak az országa jövőjét. De Szent István gondolkodott, és gondolatait imádságban az Isten elé helyezte, és akkor jött ez a jó gondolata, hogy a szűzanyához, a szűzanyának ajánlja fel nemzetét, országát, és azt hiszem, hogy ennek a felajánlásnak megvolt az eredménye, hisz sok minden történt az elmúlt 1000 esztendőben, de népünk megmaradt. Most, amikor mi itt kárpátaljai magyarként nem mindig látjuk, hogy mit hoz a következő esztendő sem, azt hiszem, hogy ez az első és legfontosabb üzenet, hogy merjünk bízni, merjünk remélni, és merjünk gondolkodni a jövőn. Szent István is gondolkodott, imádkozott, és ebben a gondolatban és imádságban aztán egy ország született. Én azt hiszem, nekünk egy jövőnk fog születni, hogyha imádkozunk és gondolkodunk itt kárpátai magyarként Szent István ünnepén.